Az előző The Quarry-val foglalkozó videómban úgy érzem, nem sikerült jól lekommunikálnom, amit szerettem volna átadni. A kelleténél talán egy cseppet agresszívabb volt a hangvétel, és bár dicsértem a játékot azokon a részeken, ahol megérdemelte, azonban elveszett az éterben a negatívumok mellett. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Az előbb említett okok miatt szeretnék egy teljes videót szánni annak, hogy mégis mik azok a részek, alkotóelemek, amik kiválóan sikerültek, és miért számít egy igenis jó játéknak a Quarry. Ha érdekel a téma, akkor tarts velem a Goosebump mai videójában. Azt még a legelején leszeretném szögezni, hogy ennek a videónak az elkészítésétől függetlenül minden egyes dologhoz tartom magam, amit az előző videóban említettem. Az említett személyiségformálási döntések, teljesítményproblémák és logikai buktatók ugyanúgy zavarnak, viszont nem érzem utólag helyénvalónak a pozitív és negatív érvek közti kiegyensúlyozatlanságot. És a játék is megérdemli, hogy egy külön videó legyen szentelve a tökéletesen eltalált szegmenseinek. A spoiler veszély ennél a videónál is fennáll, méghozzá a videó legelejétől fogva. Úgyhogy mindenki csak saját felelősségre nézze meg a videót, aki még nem ismerné a sztori egészét. De kezdjük is el! Kezdeném a legszembetűnőbb dologgal, szó szerint, ami a grafika. Olvastam róluk és tapasztaltam is bugokat, amik időnként egyes papírfecnik és plakátok pixelesedését eredményezik. Valamint említettem, a játék túlságosan is borongósra vett ábrázolását. De be kellett látnom, hogy tetszik vagy sem, jól áll a játéknak ez a megjelenés. A bug majd valószínűleg, és remélem, hogy javítva lesz, de ha visszagondolok arra, hogy milyen volt ott és akkor játék közben, egyáltalán nem zavart a sötétség. Megadta a hangulatot ahhoz, hogy reménytelennek érezzek semmi szituációkat is. És végül is, ha a való életben sor kerülne hasonló eseményekre, akkor lehet, hogy én is a terület fényességével törődnék utolsó sorban. Lehet, hogy amikor az ember egy végigjátszást néz YouTube-on, akkor nem túl kellemes, hogy bizonyos történésekből semmit sem lát. Viszont ha átengedi magát a sztorinak, a flownak az ember, akkor fel se fognak tűnni azok a 10-20 másodpercek. De ha már a megjelenésnél tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit a vérfarkasokról. Szóval, hogy wow! Ténylegesen egy pofonként érte a felismerés, mikor megtudjuk, hogy a lények, amik már órák óta vadásznak ránk, vérfarkasok. Soha ki nem találtam volna, és ebben talán az a legszebb és legokosabb dolog, hogy nem a megszokott szőrös, farkasszerű teremtményeket elevenítették meg, hanem egy teljesen torz, tágabb értelembe véve életszerű alakjukat. Először bevallom, hogy a Wendigók jutottak az eszembe, és elkezdtem kombinálni az Until Dawn sztoriával, és nem is tetszett a hír hallatán, hogy ezek vérfarkasok lennének. Aztán igazából megszoktam. Szóval nem szeretném és nem is fogom egy megjelenés megoldásért az égbe emelni a játékot, de meg kell hagyni, hogy ezzel kitűnik a sorból a vérfarkasos címek közül. Lépjünk tovább a grafikáról, és kezdjünk kicsit mélyebbre menni. A karakterek közötti kapcsolatábrázolást már említettem az előző videóban, és még mindig úgy gondolom, hogy a Supermassive Gamesnek különösen jó érzéke van az emberi kapcsolatok érzékeltetéséhez videójátékokon belül. Teljesen emberinek hatnak a karakterek minden negatívumokkal együtt. De amiért nem tudok elég hálás lenni az egész készítőcsapatnak, az a meleg karakter Dylan ábrázolása az egész játék alatt. Konkrétan, amikor megtudtam, hogy lesz egy LMBTQ karakter a játékban, kicsit félve figyeltem tovább a játék készültét. Mégpedig azért, mert a tipikus ábrázolásmód jutott egyből az eszembe a tini sorozatokból, ahol főleg a meleg férfi karaktereknek annyiból áll a személyiségük, hogy a főszereplő csajnak a legjobb barátjai, és hogy mennyire femininek. De mikor legelőször bejött a képbe Dylan, egy hatalmas kő esett le a szívemről. Egy-két gesztikulációján vagy a flörtölésein kívül rá se jöttem volna, hogy nem egy heteroszexuális karakter van előttem. Úgyhogy tényleg, hatalmas pacsi a csapatnak, hogy egy egyszerű, normális emberként sikerült megformálni a fiktív személyt. De ha már Dylan, akkor nézzük az egész szereplőgárdát. Egy kedves nézőm is megemlítette, hogy milyen jól lettek összeválogatva a színészek, és ez így van. Ez egy tény, amit ha csűrnék, csavarnék, se tudnék megcáfolni. És nem csak a tábor ifjeit alakítókról van szó, hanem tényleg az egész csapatról. Chris Hackettől a serifen át egészen a jósnőig. Egyes karakterek felépítésével már akadnak személyes problémáim, viszont a színészi játék mindenki részéről kiváló. Most egy picit nagyobb falat jönne. A játékban található rendszerek. Itt gondolok a választásoktól kezdve a jóskártyákig mindenre. És amit ki szeretnék emelni, az a különböző időkorláttal ellátott akciók személyre szabhatósága. Ha belépünk a főmenübe és onnan a beállításokhoz, akkor lehetőségünk van viszonylag részletesen beállítani mindent egyesével. A quick time eventeket, az interrupt eseményeket és az időlimites döntéseket. Ezt azért volt jó látni, mert ezekkel együtt az élmény is személyre szabható. Tegyük fel, hogy először mindent az alapbeállításokon játszol, majd másodjára mindent a legalacsonyabbra teszel. Oké, hogy már mindent tudsz előre, de nem fogsz tudni úgy célozni a fegyverrel 2 másodperc alatt, mint előzőlegesen 5 másodperc alatt. És akkor arról nem is beszélve, hogy az időskor vagy különböző fogyatékok velejárója lehet, hogy lassabb a cselekvés vagy reakcióidő. Viszont ezzel a modifikációs lehetőséggel olyan emberek is ki tudják élvezni a játék nyújtotta élményeket, akik az előző 2 valamelyik vagy akár mindkét csoportjába tartoznak. A jóskártyák rendszer egy külön videót is megérne, de nyugi, nem lesz. Az 5.-6. fejezetig teljesen jól működik. Jó, nagyjából jól működik. A mechanika, hogy csak egy kis ideig tudjuk felvenni a kártyát, és ha nem sikerül így jártunk, az kifejezetten tetszik. Ahogy az elgondolás is, hogy lehetséges veszélyre hívja fel a figyelmünket. És sztori szempontjából is szépen beletépítve ezzel az egész freak show mizériával. De hogy van, hogy egyáltalán nem releváns helyzetre hívja fel a figyelmünket, amellett tényleg nem tudok elmenni. Az nem tiszta számomra, hogy a játék későbbi részében is lett volna bőven szituáció, amikben meg tudnak halni a karakterek, de mégse tartottak ki azok mellett. Ehelyett felhívja a játék a figyelmemet arra, hogy Emma ki fog ugrani a kocsiból és le fogja fújni illatosítóval Dylant. Lehet, hogy ezt valaki humorosnak találja, viszont nekem nem jött át. És akkor most jön a legnagyobb ellentmondás az előző videóval kapcsolatban. A játék legnagyobb pozitívuma véleményem szerint a sztori. De még mielőtt jönnének a hozzászólások, hogy Goose, de azt mondtad, hogy hadd magyarázzam meg. Még most se vagyok kibékülve teljesen a történettel, ezt el kell, hogy mondjam. Viszont ahogy azt az előző videóban is említettem, a játék feléig a sztori maga a megtestesült AAA kategória. Utána is jó, csak számomra tömény és helyenként indokolatlan plot twistek kellett megfűszerezve. De hát nem nekem készült személyesen a játék, úgyhogy ez érthető is. Minden negatív gondolatommal együtt azonban rá kellett jönnöm, hogy a létező szálak és fordulatok nélkül fennállna annak a lehetősége, hogy egy szikár, száraz sztorit kapunk. Nem azért, én még mindig kíváncsi lennék egy letisztultabb változatra, de beismerem, hogy minden klappol mindennel és megvannak a logikai szálak. Na jó, kivéve ez. Ki van mondva a szereplők által, hogy 2 hónapot voltak a nyári táborban. Tudomásom szerint telihold minden hónapban van. Kérdem én, hogy nem lett semmi bajuk a táborban töltött telihold alatt, vagy hogy nem vettek észre semmit ezekből a lényekből. Ezt még mindig nem értem, hogy hogyan nem sikerült átgondolniuk. Nem volt szándékomban annyira negatív fényben feltüntetni a játékot, mint ahogy azt végül tettem. Már csak azért sem, mert nagyon élveztem a belefektetett 9-10 órát. De most már nyugodt szívvel tudom majd már nyugovóra hajtani a fejem, tudván, hogy minden személyes negatív és pozitív gondolatom elmondtam a játékkal kapcsolatban. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem nem ragadok meg a szemetekben úgy, mint a srác, aki majd minden jó játékot lehord. Úgyhogy tényleg sorry. Neked mi a véleményed a Quarryról? Sőt, nem is. Mi volt az, ami kifejezetten tetszett, vagy megfogott a játékkal kapcsolatban? Írd meg a hozzászólások között, és legyünk pozitívak a játékkal és a készítőkkel szemben. Ha pedig tetszett a videó, és szívesen látnál ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor pedig nyomd meg a lájkot, és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!